Jó estét kívánok! Magyarország így Fehérvár is választott. A 2019-es önkormányzati választáson 4 polgármester jelölt mérettette meg magát. Az eredmények tükrében mutatjuk, hogyan értékelték ők a szavazást. Tartsanak velünk! 12 választókörzetben aratott győzelmet a Fidesz. Cserpalkovics András polgármester ismét bizalmat kapott a fehérváriaktól. Egy választókörzetben sem kaptak mandátumot a Szövetségben Fehérvárért Egyesület jelöltjei, a pártok szervezetek közötti harcban az összes körzetben a legkevesebb szavazatot kapták. Horváth Tancsa Ágnes az eredményeket értékelve elmondta, a polgármesteri szék megszerzésével kapcsolatban nem voltak nagy elvárásai, és örül annak, hogy jobboldali polgármestere marad a városnak. Nagyjából egy évvel ezelőtt, másfél évvel ezelőtt született a Szövetségben Fehérvárért Egyesület. Hallottunk már olyan elemzéseket is, hogy neves sem annyira jó, mert hogy nagyon hosszú, és nem lehet könnyen megjegyezni, és ebben egyébként van némi igazság. Azt gondoltuk, hogy megnézzük, hogy ha nem légből kapott ígéreteket teszünk, hanem olyat, amit be is tudunk tartani, hogyha nincs egy olyan kampányunk, ami költségvetési forrásból támogatott, vagy külső támogatóval megsegített, akkor mit tudunk elérni? Hát gyakorlatilag most az látszik, hogy ez egy mandátum szerzése nem volt elég. Én azt gondolom, hogy nyilván csalódás az van bennünk, persze, tehát mindenki ugye az utóbbi napokban is sokat dolgozott, de ezen túl fogunk lendülni ezen a családottságon, és akkor onnantól kezdve folytatjuk azt, amit eddig is csináltunk. Ez ugye többször elhangzott, hogy akkor folytatni fogják a munkát, az építkezést, akkor ezek szerint lesz jövője ennek a szövetségnek? A szövetségnek mindenféleképpen van jövője, én azt gondolom, sőt most a visszajelzésekből, nyilván a szavazott számokból ez nem annyira erőteljesen tűnik ki, de a fehérvári emberekkel való beszélgetésből az látszik, hogy igény van rá. Lehet, hogy nem tudtunk eljutni mindenkihez, vagy nem tudtunk olyan számú emberhez eljutni, aki mondjuk elég lett volna ahhoz, hogy egy mandátumot is érjen ez. De az, hogy legyen egy olyan erő, aki hidat tud képezni az önkormányzat vezetése és a fehérvári emberek között, és mindenféle hátsó szándék nélkül, érdek nélkül tud képviselni fehérvári érdekeket, erre igenis, hogy van igény. Az, hogy egyébként mondjuk 5 év múlva fogunk-e indulni a választáson, vagy nem, hát ezt most még én megmondani nem tudom, de magának az Egyesületnek a célkitűzéseit azt mindenképpen fogjuk továbbvinni, életben tartjuk a hagyományőrző programokat, a történelmi múltjára vonatkozó dolgokat, és hát nyilván nekem is képviselőként vannak még olyan megkezdett programjaim, amit azért szeretnék végigvinni, még ha az önkormányzatiságon, tehát a közgyűlésen kívülről is, de azért én azt gondolom, hogy ezek fontosak nekem is, meg jók lehetnek a fehérváriaknak is, úgyhogy abban nem hagyom abba a munkát. Ez nem lesz könnyű közgyűlésen kívülről, nem, hiszen nyilván a figyelem azért inkább azokra szervezetekre, pártokra irányul. Ugyanakkor, amikor egy politikai szervezetről beszélünk, akkor annak nyilván pozícionálnia kell magát, hogy valójában kik azok, akiket elérni próbál. Mennyien vannak ők Fehérváron? Igen, én azt gondolom, hogy sokkal könnyebb dolga van egy olyan országos pártlogóval rendelkező szervezetnek, aminek nyilván megvan egy országos brandje, egy marketingje, nem helyben kell ezt felépítenie, de megvan a hátránya is. Tehát azért nekik van egy budapesti pártközpont a fejük fölött, ahol vannak elvárások, vannak elképzelések, ami mondjuk lehet, hogy működik Nyíregyházán, de abszolút nem működik Fehérváron, de erre nincs tekintettel egyetlen egy pártközpont sem. És ezt át fogja nyomni akkor is, hogyha nem jó. Úgyhogy ezzel én azt gondolom, hogy ettől a tehertől mi teljes mértékben megszabadultunk. Az irány pedig, hát a saját értékrendünket nem tudjuk meghazudtolni. Tehát mi alapvetően jobboldali, konzervatív értékeket vallunk. Elmentén politizáltam az elmúlt 5 évben is, hát én azt gondolom, hogy most már elég öreg vagyok ahhoz, hogy ezt lecseréljem, ezt a nézetemet, úgyhogy ez így is fog maradni. De akkor ezek szerint Horváth Tancsa Ágnes szakított a pártközpontokkal? Horváth Tancsa Ágnes másfél évvel ezelőtt mindenképpen szakított, és nem csak én, hanem az a szervezet is, ami ugye akkor a fehérvári Jobbikot akarta, tehát mi egyöntetően azt mondtuk tavaly pünköstkor, hogy köszöntük szépen, de nem kérünk. És akkor el is döntöttük azt, hogy nem is lépünk be máshova. Nyilván van preferenciánk, nyilván van egy elképzelésünk, de hát kinek nincs, de nem párttagként.
Pozitív eredményt hozott a választás, ezt mondta Juhász László képviselő az eredményeket látva vasárnap este. A Válasz Független Civilek Fehérvárért Egyesület polgármesterjelöltje 1519 szavazattal, valamivel több mint 4%-os támogatottsággal ugyan nem lett polgármester, de kompenzációs listáról bejutott a fehérvári közgyűlésbe 2776 szavazattal. Szeretnék gratulálni Székesfehérvár polgármesternek, dr. Cserepakovics Andrásnak, és hát megköszönöm a saját csapatomnak ezt a hihetetlen nagy eredményt, amit hoztunk, hiszen mind a polgármesterjelölti szavazólapon, mind a választókörzetekben több mint dupláját kaptuk az 5 évvel ezelőtti szavazatoknak, és még a megyei listáról is kell, hogy beszéljek, hiszen ebben a másodpercben 74%-os feldolgozottságnál ott is bent van a Válasznak a jelöltje a közgyűlésben, reméljük így is marad. Ez egyébként egy nagy vállalás volt a részletekről, hogyha fogalmazhatok így, hogy megyei listát állítottatok, miközben mondjuk például a Jobbiknak ezt nem sikerült megtenni, vagy akár az LMP-t is hozhatjuk, hogy nekik se volt Fehér megyében listájuk. Igen, hát Székesfehérvár Fehér megye lélegző tüdeje, vagy Székesfehérvár a megyének a tüdeje pontosabban, és elválaszthatatlan részét képezi a megyének Székesfehérvár, és egy civil szervezetnek a hatókör egy választáson a megye határig ér. És két szövetségesünk volt ebben a választási kampányban, hiszen a fehérvári vezetője mind a 64 vármegye mozgalomnak, mind a Fehér Szövetségnek indult, és plusz egy-egy képviselőt még adtak jelöltet a Válasz jelöltjeként a listánkra, és ezzel az összefogásra úgy döntöttünk, hogy érdemes belevágnunk a megyei listába is. Még nem látom tényleg, hogy mi a végeredmény ott, de egyértelmű sikert értünk el már azzal, hogy az ajánlást össze tudtuk szedni, míg két parlamenti párt nem tudta ezt megtenni, tehát minden szegmensébe tekintetében erősödött a Válasz csapata, és ez egyben számomra óriási felelősség is, hiszen bár 13 évig képviselő voltam, és holnaptól ismételten az vagyok, mindenképpen új fejezet kezdődött a Válasz életében, és ez számomra hatalmas megtiszteltetés, de egyben felelősség, hogy a következő 5 évben is szolgálhatom szeretett városomat, Székesfehérvárt. Kiket sikerült megszólítani a Válasznak? Ugye a civil szervezetről beszélünk, az előbbi vendégünk Tancs Ágnes esetében azért megkérdeztem, hogy politikailag ugye hova pozícionálja magát egy ilyen alapvetően politikai alapon létrejött szövetség. A Válasz nem ez, de hát mégis meg kellett jelölni, és nyilván gondoljátok, vagy tudjátok is, hogy kik azok, akik a Válasz neve mellé tették a keresztet, az X-et. Azt gondolom az egyik legfontosabb, hogy volt 13 olyan képviselőt társam, illetve a megyei társakra is gondoltunk, akik fantasztikus emberek. Olyan emberi értékekkel rendelkeznek, amik tekintetében az ő bázisukon, az ő ismerősei körében, az ő általuk képviselt ügyekben, ahol dolgoznak, hiteles emberek. És ez a hitelesség, ez átjött a választóknak, és azért hozzá kell tennünk a 17 éves múltunkat is, hiszen azért egy nagyon erős alapokra indultunk. Sokan piszkáltak minket ezzel, hogy így független, úgy független, hova tartozik, hol nem tartozik. Szeretem mindenhol elmondani, hogy a független nem azt jelenti egy politikai versenyben, hogy mi valakikkel nem működünk együtt adott esetben. Ügyek mellé állunk, mint mindig. Pártérdekektől és mindenféle anyagi érdekektől mentes ez a csapat, ezért tudunk hitelesek maradni 17 éve. Az ellenzéki összefogás 4 képviselője jutott be a testületbe az önkormányzati választások során. Márton Roland, Rácné Földi Judit, Barlabás András és Fazakas Attila is a testület tagja lesz a következő 5 évben. Márton Roland azt mondta, szorosabb eredményekre számított. Mi újra pozícionáljuk a politikát ellenzéki szövetségeseimmel Fehérváron. Ez ma erre volt elég. Én nagyon köszönöm annak a 12 000, több mint 12 000 embernek, aki engem támogatott ezen, és a 12 000-nél sokkal többnek, aki az ellenzéki jelöltre szavazott az egyéni választókerületekben, ott azért voltak szorosabb eredmények is ennél. Én azt gondolom, megvan az a bázis, aki már világosan látja, hogy becsapják őket Székesfehérváron, és megvan az a bázis, aki azt a politikai víziót támogatja, hogy hát korrekten kéne bánni, és demokratikus intézményt, rendszert kéne felépíteni és üzemeltetni Székesfehérváron, és az se ártana, hogyha a luxus látványberuházások és a non-stop cirkusz helyett mondjuk az adót arra költenék, amiért befizetik az emberek, ne adj Isten egészségügyi ellátásra, ne adj Isten közösségi közlekedésre és a közlekedés fejlesztésére, ne adj Isten oktatásra, mert erre is talán volna igény Székesfehérváron,
esetleg a lakhatási válság enyhítésére, ne adj Isten a klímavédelem elleni intézkedések megtételére. Megvan az a tömeg, akinek a bővülésében mi hiszünk, és folytatni fogjuk ezt a munkát. Megpróbáljuk polarizálni Székesfehérvár politikai életét. Egy nagyon hosszú, az ellenzék számára nagyon nehéz időszak után, amikor megosztottak voltunk. Ez az ellenzéki egység azt gondolom, hogy jól fog üzemelni a közgyűlésben, és megpróbáljuk a nemzeti együttműködés rendszerén kívülre szorulva, a polgárok számára sok esetben gyermekded megoldásával, hiszen szinte csak a Facebookon tudtunk kampányolni, eljuttatni az üzeneteinket. Akit ez elér, azt támogatja, én bízom benne, hogy sokkal több fejvárt fogunk tudni meggyőzni arról, hogy másról kéne szólni Székesfehérváron a politikának, mint az Cserpakovics András is csapata csinálja. Azt már nézték egyébként, hogy nagyjából a töredékszavazatok alapján hány mandátumot kapnak még listáról. Ahogy elindultam ide, ott a kollégáim azt mondták, hogy ugye összesen 6 listás mandátum van, abból azon állás szerint 5 listás mandátuma van, tehát az ellenzéki erők vezetői és arcai be tudnak jutni ebbe a közgyűlésbe. Én nagyon kemény 5 évet ígérek a Fidesznek. Nem az emberekről szól a politika, hanem arról, hogy milyen víziót képzelünk kell Fehérvárnak. Én nem tudom azt támogatni, hogy propagandával és cirkusszal kell foglalkozni egy önkormányzatnak, egy olyan önkormányzatnak, amelynek unikálisan hatalmas adóbevételei vannak. Most mutathatnék képeket, hogy hogyan néznek ki a székesfehérvári iskolák, vállalhatatlan. A szülők a nyári szünetben járnak be kifesteni, miközben egy hétvégi rendezvényre a 10-szer annyit költ el a város, mint amennyiben egy iskolát rendbe lehetne tenni a városban. Ez miért nem fontos? Miért nem fontos az, hogy tudjunk közlekedni Székesfehérváron? Hogy van az, hogy ez a város költi a legmagasabb a saját adóbevétel és lehetőség, mert szinte a legkevesebbet közösségi közlekedés. És akkor panaszkodunk, hogy sok az autó, mert bele vagyunk kényszerítve. Tehát én azt mondom, hogy meg kell tudni győzni az embereket arról, hogy lehet másképp vezetni Székesfehérvárt. Cserpakovics András 2010 óta irányítja Székesfehérvárt, polgármesterként 3. ciklusát kezdi meg a városban. A győzelmet követően stúdiónkban örömét és köszönetét fejezte ki a fehérváriaknak. Több mint 21 ezeren szavaztak rám, ami óriási megtiszteltetés, az embert zavarba is hozza ez a bizalom, főleg ha nézi az egyéb országos eredményeket, országos kitekintést is a nagyvárosok tekintetében. És én úgy érzem, hogy talán ez a bizalom ez annak szól, amit elkezdtünk 2010-ben és 2014-ben, és az egyik legfontosabb ígéretünk az volt, hogy nem pártpolitikai alapon szeretnénk ezt a várost vezetni. Ez a mi közös otthonunk, ez 100 000-en vagyunk egy csapatban, hogy ezt a szlogenben mondtuk is, és úgy érzem, hogy az emberek ezt visszaigazolták, hiszen ha egy nagyon rövid elemzést teszünk a 2019 tavaszi Európa Parlamenti választás és a mostani őszi önkormányzati választás között, akkor azt látjuk, hogy nagyjából hasonló a részvételi arány, magyarul több ezer egyébként nem fideszes szavazó is úgy döntött, hogy az önkormányzati választásokon kitüntet bennünket bizalmával, akár polgármesterként, akár az önkormányzati képviselőjelöltjeinket, ez egy óriási megtiszteltetés. Úgyhogy köszönöm szépen nekik is, köszönöm természetesen azoknak is, akik a politikai közösséget támogatják régóta, amihez én is tartozom, és egy valamire ígéretet tudunk tenni, hogy a következő 5 esztendőben se pártpolitikai alapon fogjuk vezetni ezt a várost, ez a közös otthonunk. Én kicsit sajnálom, hogy szerintem talán durvább volt ez a kampány, mint kellett volna. Biztos mindenkinek a szerepe megvan ebben. Nyilván vitatkozhatnánk, hogy kinek mennyi, de talán lényegtelen. Az viszont sokkal lényegesebb, hogy holnap, mikor megkezdjük a munkát, és bizonyos értelme folytatjuk, akkor ezeket az árkokat el kell kezdeni betemetni. Én ebben, hogy eddig is, ezután is partner leszek, és hívok minden képviselőtársamat, hogy 21-en közösen szolgáljuk ezt a várost. Természetesen a felelősség az enyém, és a mögöttem lévő engem támogató csapaté, de azért ott van mindenkinek a felelőssége, aki megkapta a fehérváriaktól a bizalmat, akár egyéni körzetben, akár listán, hogy képviselheti ezt a gyönyörű várost. Egy nagy arányú győzelem után egy csapatedzője azért nem szokta azt mondani, hogy úgy is mentünk fel a pályára, hogy lemossuk az ellenfelet.
és már egy rövid kis félmondattal említette polgármester úr is, hogy azért, ha a vidéki nagyvárosokat nézzük, azért van példa, ahol ugye ez nem is sikerült, sőt, akár éppen vereséget szenvedett a Fidesz. Fehérvár azonban rettentő erősen tartja azokat az erővonalakat, amelyek mondjuk az 5 évvel ezelőtti választáson kialakultak. Én is úgy értelmezem, hogy van egy szép folyamat, amit az emberek támogatnak és segítenek, és nem gondolom, hogy ez a város 2010-ben, 14-ben, most 19-ben, ahogy mondani szokták, fideszes várossá vált volna, mint mondjuk Debrecen, amelyik nagyon régóta, nyugodtan mondhatjuk, hogy a Fidesz egyik fellegvára. Én azt gondolom, hogy itt egy közösségépítés sikere ez a mostani, és ez egy csapat eredménye. A csapat az összes választópolgár, sőt azok a fiatalok is, akik még nem választópolgárok, de szerencsére egyre több ötlettel, javaslattal, önkéntes munkával segítik a mi munkánkat. Ennek a csapatnak van egy csapatkapitánya, ez a polgármester. Természetesen kiemelt az én felelősségem jogi, közéleti értelemben, de nem vagyok polihisztor. És ezt mindig elmondtam, hogy az én munkám akkor sikeres, a város akkor lesz sikeres, hogyha a közös erővel tudjuk fejleszteni, és a kiki hozzáteszi a saját őrhelyén a saját munkáját és a saját szorgalmát. Az új testület tagjai hivatalos esküjüket az alakuló közgyűlésen tehetik majd le, várhatóan novemberben. Ez volt már az esti mérleg, köszönjük, hogy velünk tartottak. Cserpalkovics András, Székesfehérvár újra megválasztott polgármestere hamarosan Köztér című műsorunk vendége lesz, akivel a következő 5 évről fogunk beszélgetni. Viszontlátásra!